Major Jenő beszélt a járványügyi intézkedések tapasztalatairól. Beled polgármestere szerint a szigorú szabályok bevezetése után a városban élők csak a legszükségesebb esetekben hagyták el otthonaikat. Az utcák kiürültek. A városvezetője elmondta, jelenleg nem tudnak bizonyíthatóan koronavírusos betegről Beleden. Ezek az intézkedések, amelyek ugye kezdődtek az iskola bezárással, amit már ugye konkrétabban a bőrünkön éreztünk, és azt követően ugye vele egy időben az óvoda, bölcsőde bezárás, aztán folytatódott a vendéglátóhelyeknek a korlátozásával a 15 óráig, aztán az elmúlt hétfőtől kezdve a vendéglátóhelyek teljes bezárásával, illetve az élelmiszer árusító és gyógyszertárakban a nyugdíjaskorú 65 év feletti, illetve az ad alatti korosztályok vásárlási lehetőségének a szétválasztásával. Nos, ezek országos előírások, ezeket megkapjuk mindenhonnan, és én azt kérek mindenkitől, hogy ezen ne engedjen, ne lazítson, tehát ezt feltétlenül tartsa be az ajánlott 2 méteres távolságot, mert nyilván tudunk találkozni, tudunk beszélni a szomszéddal, tudunk beszélni, ha találkozunk az utcán valakivel, de ne menjünk közel, és akkor talán nem történik baj. Ahogy talán örömmel mondhatom, és nyilván ebben nem vagyok 100% biztos, de tudomásom szerint városunkban nincsen koronavírusos beteg, tehát nyilván ahogy az országos statisztika is, amely most azt hiszem 8-900 közöttre teszi a regisztrált vírushordozók számát, és egyes becslések szerint ez ugye 10-szeres is lehet akár. Nyilván ilyen szempontból akár mi sem vagyunk kivételek, de feltételezzük, hogy Beled azért nem az a sűrű rakott vidékek közé tartozik, vagy helységek közé, mint a nagyvárosok, akár Budapest is, ahol a legtöbben vannak. Amit fontosnak tartok, azt ugye, tehát mondtam ezeket azt a szabályok betartását, és úgy gondolom, hogy így azért mi talán jobb eséllyel fogjuk majd ezt az időszakot túlélni, és megírni azt az időszakot, amikor a járvány végül is lecseng, és talán tudnak majd enyhülni ezek a szabályok is, amelyek jelen pillanatban azért kicsit beszorítják az életünket. Itt az intézkedések sorában az elmúlt héten már beszélgettünk az óvodavezetővel az étkeztetésről, és én úgy tudom, hogy történtek komoly lépések, itt Beledben is azon vannak, hogy aki rászorul, vagy akinek szüksége van rá, az jusson meleg ételhez, tudnak segítséget nyújtani. Igen, természetesen, tehát akkor, amikor az iskola bezárás megtörtént, és ugye elindult a távoktatás, az akkori felmérések szerint az iskolások nem igényelték az étkezést. Aztán, ahogy ez az időszak ugye nem 2 hét lett, mint ahogy először sejtettük, vagy láttuk, illetve gondoltuk néhányan, de hát azt hiszem, hogy ez hiú ábránd volt, úgy néz ki, hogy ez akár a hónap végéig, de akár az egész iskola időszakra kiterjedhet. Tehát nyilván itt a kormányzati oldalról is történtek olyan intézkedések és felhívások, akár az önkormányzatok felé is, hogy a korábban is az önkormányzatok feladatkörében testált idősek ellátásán túl az önkormányzat feladatkörébe sorolta az iskolás és óvodás korúak ebéddel való ellátását is. Gondolom talán, vagy illetve nem véletlenül, miután eltelt az első 2-3 hét, és nyilván a szülőknek a szabadsága is már, akik a gyermekeikkel otthon maradtak, véges, vagy a lehetőségeik, akár a főzésre. Most már szóba került ez az ebéddel való ellátás lehetősége és szükségessége is. Nos, a lehetőség adott, és itt a helyi konyha, illetve az óvoda személyzete megszervezték azt a 30 főnek való ebéd kiszállítást, akik jelen pillanatban, tehát e héten indult ez a hét elején,
és ugye tart a tavaszi szünet csütörtökig, majd aztán jövő héten szerdán folytatódik az iskola vonatkozásában, kedden már az óvoda vonatkozásában, de ott nincs szünet, fog folytatódni, és jelen pillanatban ugye 30 fő az, aki óvoda iskolai szinten igényli az étkezést, és hát azt a lehetőséget, hogy ott a háznál, a házhoz kiszállítva megkapják a gyermekek az étkezési ellátást így ebédidőben. Az elmúlt héten Rácz Árpádné is nyilatkozott, hogy Beleden időbe léptek, és megfelelő módon ellátják az időseket, a rászorulókat, erre odafigyel a város, és működik is ez a dolog, tehát kimennek az idősekhez, megkérdezik, hogy van, felmérték a lehetőségeket, akár takarítás, bevásárlás, gyógyszerek, tehát itt odafigyelnek erre a dologra. Igen, azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez az intézmény végzi a feladatát. Reméljük, hogy mindenki megelégedésére. Én különösebb panaszt nem hallottam rá, tehát ellátatlanul nincsen senki. Nyilván, ahogy a helyzet fokozódik, talán erről már beszéltem korábban is, akkor esetlegesen az itteni gondozónők mellé, vagy kisegítésére, vagy helytesítésére tudunk esetleg akár az óvodából dajkákat, akár más megoldást valamilyen módon az idősek ellátásában, bevásárlás egyebekben, amelyek nem annyira szaktudás, szakmai hozzáértést igénylő feladatok. Ezeket el tudjuk látni. Mondhatom azt, hogy nyilván nagyon sok a médiában látszanak civil kezdeményezések is néhány városban, helyszínen itt is működhetne ez, de például nincs rá szükség. Tehát igazából a civil kezdeményezés itt megtörténik a szomszédok által, megtörténik az jó ismerősök, barátok által. Tehát ez ugyanaz, csak nem kap média nyilvánosságot. Tehát ezt, ahogy úgy mondjam, kicsiben ugyanaz, és apránként mindenki, tehát egy-egy családot, akár a szomszéd a saját családjával együtt el tud látni, és meg tudja oldani a bevásárlását, akinek nincs gyermeke, vagy hozzátartozója. Tehát ez ilyen szempontból szerintem mondhatom azt nyilván így a konkrét ismeret nélkül is, hogy az összefogás így megtörténik városi szinten, mindenki el van látva, azon felül, hogy látok egyébként nyugdíjas korúakat az ő idejükben jönni, menni, bevásárolni gyógyszertár előtt, élelmiszerbolt előtt, tehát a 9-12. Terjedő időszakban. Talán amellett, hogy őnekik egyébként megoldott lehetne, de néha talán úgy gondolják, hogy egy kicsit kimozdulnak. Nincs is ebből baj, tényleg csak az a fontos, hogy vigyázzanak magukra, és betartsák azokat a szabályokat, amelyekről beszéltem. Tehát a 2 métert egymáshoz nem közel menni, és minden egyéb higiéniás előírást, kézmosás, egyebek, nem akarok én erről most regélni hosszasan, amint említettem, minden média ezt közvetíti. Ezeket azért, ha unjuk is már, azt gondolom, hogy tartsuk be, és akkor nem lehet probléma. Hatékonynak látja az intézkedéseket egyrészt? Azért arra gondolok, hogy például Beleden így akár hétköznap kiürülnek az utcák, nem látni embereket, egy-kettőt talán, illetve megkérdeztünk beledieket is erről a kérdésről, ők betartják ezeket a szabályokat. Tehát úgy néz ki, hogy a belediek megfelelő módon reagáltak erre az intézkedés sorozatra. Hát igen, azt gondolom, hogy ez a látható kép, felmért utcakép, ez ugye reális, én jó magam is ezt látom. Tehát tényleg délután, az a 3 óra után, 4 óra után, amikor már megszűnnek a bevásárlások, mondhatom azt, hogy szerencsére a beledi munkahelyek még működnek, és bízunk benne, hogy működni is fognak. Értem alatta ilyen nagy munkadókat, mint a Proverta vagy a Videman cégek, tehát dolgoznak, és miután az ő munkába járások megtörténik, hogy akár a 2 órás műszakváltás után tényleg elcsendesedik a város, hétvégén ugyanez látszik, azzal a kivétellel, hogy azért most a jó időben sétálnak emberek, kerékpároznak, tehát kimozdulnak, de nem tömegesen, tehát nincsen csoportosulás, tényleg családok, 2-3 ember
maximum, akit így lehet látni, és hát betartják azokat a szabályokat, amelyek ajánlottak, és azt gondolom, hogy mindenki inkább a szabad időt is, illetve a szabadban levő lehetőséget is otthon a kertjében használja ki, és talán ez jót tesz a kertnek is, meg jót tesz az egyénnek is, van idő mozgásra, lehetőségre, meg még valami hasznosul is ez a házi kertben, vagy otthon a ház körüli teendőben. Ugye a városban a közterületek rendben tartása, karbantartása folyamatos, látjuk, hogy nagyon szépen virágosítják a települést. Most, hogy eljött a jó idő, tehát akár itt húsvét környékén 20-22 fokokat, sőt, akár többet is mondanak, tehát nagyon jó idő lesz, ez a természetnek nagyon jó, azért odafigyelnek erre is, hogy rendben legyen a város. Hiszem, talán elmúlt időszakban is említettem, vagy elmúlt alkalommal is említettem, hogy a brigád, aki a város közterületeiért felel, változatlan létszámmal, hasonló, korábbi hasonló aktivitással működik, és igyekszünk szinten tartani, a korábban elért színvonalat megtartani, és a mindig a megfelelő munkákat elvégezni, akár itt a növények ültetése, karbantartása, ugye az örök zöldek, illetve az évelők nyeséséről van szó, akár a gyomtanítás, akár mondhatom azt, mai napon helyeztünk ki padokat a közterületekre, amely nyilván most nem arra szolgál, hogy egymás mellé üljünk szorosan, de arra nagyon jó, hogy a sétáló idősebbek egy-egy 10 percre, vagy akár hosszabb időre is élvezve a tavaszi napsütést le tudjanak ülni. Tehát erre gondolván, ugye itt van a szezon, tényleg ezek a mai nap kikerültek a legfontosabb helyekre, tehát tényleg a természet ébred, az emberek azért mozognak, korlátozottan nyilván, de ez a korlátozott mozgásban legyen meg az a lehetőség ugye a megpihenésre, meg legyen meg az, hogy tényleg aki a városban jár, akár itt a főutcán, az a környezetet szépnek találja, tehát öröm legyen, hogy úgy mondjam, hogy érdemes legyen, és megelégedéssel tudjon sétálni, és azt érezze, hogy tulajdonképpen nem árt meg a világ, nincs itt a világ vége, minden olyan, mint korábban, csak egy kicsit az emberek, az utca kicsit kihaltabb, mint ahogy a korábbi időszakban, akár tavaly, vagy a korábbi szavaszokon megszoktuk. Közeledik a húsvét, polgármester úron is nagy családban él, hát hogyan fogja tölteni ezt az egy-két napot, ami végül is az ünneplésnek szólna meg, arra, hogy a kereszténység egyik jeles ünnepét ugye megtartják a családok, de most szűk körben. Hát igen, úgy nálunk a harfősön a család, készülünk a tojásfestésre, készülünk a sonkafőzésre, az ünnepkört, a templomi részét, tehát az egyházi liturgikus részeket a tévén keresztül tudjuk megkapni, ami nálunk ugye tegnap is, meg a korábbi hétvégeken is így történt, meg azt hiszem ez a legtöbb családban, tehát ez így tud működni, addig, amíg ez a helyzet fennáll, és hát valószínű, illetve egészen biztos, hogy ez a húsvét nem olyan lesz, mint a többi, tehát az a fajta családlátogatás, nagyszülők, akár testvérek irányában is, amit ilyenkor szokás és korábban megszoktunk, az nyilván egy kicsit máshogy, korlátozottabban, vagy nagyobb odafigyeléssel, vagy tényleg, ha megyünk is egymáshoz, akkor tudunk mondjuk az udvaron leülni, pláne ha az idő jó lesz, akkor az is működik, hogy udvaron ülünk le, és ott tudunk egyet beszélgetni, tehát ez így működhet. Hát a locsolkodás nyilván az valószínű, hogy nem, akár nálunk, akár máshol is nyilván nem úgy fog ez működni, de ez a legkevesebb szerintem, enélkül megvagyunk. És hát igyekszünk egymásnak örülni ezeken a napokon, és azt hiszem, hogy maga az előtte levő most a nagyheti készülődés pedig, hát az idő a helyzetből adódóan adott arra, hogy itt kicsit még a szokásosnál is gondosabban fel tudjunk készülni minden tekintetben. Köszönöm, polgármester úr. Köszönöm szépen.